Sziasztok! Ma egy nagyon finom magyaros ételt fogunk elkészíteni, és ez nem más, mint a bableves csülökkel. De nagyon-nagyon sokféleképpen lehet ezt elkészíteni, de ugye mindenkinek megvannak a szokásai, én most utána olvasgattam, hogy mások hogyan készítik, nagyjából egyébként én hasonlóan, mint a nagy átlag. De hát nézzétek meg, hogy hogyan is csinálom. A bableveshez első este beáztatjuk a csülköt, mert ugye az általában nagyon-nagyon sós szokott lenni, és hogy ne legyen ilyen iszonyatosan sós majd a levesünk, ahhoz, hogy kioldjuk ezt a sót belőle, érdemes beáztatni. Ugyanezt csináljuk a babbal. A csülök olyan másfél és két kiló között volt, a bab pedig fél kiló ehhez. Ugye ez egy jó nagy adag étel lesz, és tulajdonképpen a következő lépésben, ahogy már itt látjátok a fazékban, tehát a csülköt feltesszük fölni jó sok vízzel, illetve a babot is. És azért tettem külön, mert a babnak az első levét le fogjuk önteni. Tudjátok, hogy ne legyenek felesleges gázok bennünk, azt már látszik is, hogy ott a habbal együtt ez jön kifelé. Ha nagyon-nagyon sós a csülök, akkor a csülköt is először meg kell főzni, le kell önteni a vizét, én már csináltam így is. Ez a csülök nem annyira sós, úgyhogy nekünk elég volt az, hogy csak éjszaka beáztattuk. A csülköt most egy órát főzzük, így magában. Ugye addig nyilván a bab is ugye felfor első körben, és akkor fogjuk és leöntjük majd a levét, de a csülök mindenképpen, mielőtt belekerül a bab, egy órát följön magában. Úgyhogy most már le is lehet szűrni. Én amilyen tarka bab, tehát amiben van fehér, lila, barga, meg mindenféle, én azért nem szeretem annyira, mert másképp fülnek meg a babszemek, tehát én az eddig mindig forró jártam, pedig nagyon jól néz ki, úgyhogy mindig ezt a barna babot szoktam választani. Egyébként a legtöbb Kínából jött, így néztem az Auchanba, így a különböző zacskókban, és a legtöbb Kínából van, ez speciál Kanadából. Amíg egy órán keresztül föl a csülök, addig most ezt itt hagyjuk, és elkezdjük összevágni a zöldségeket. Ahogy elkezd fölni, ugye lesz egy ilyen habja, amit természetesen, mint bármelyik levesnél, leszedünk. Szűrővel egyébként nagyon sokkal könnyebb, mint kanállal. Én régen kanállal szedtem, aztán rájöttem, hogy így egyszerűbb. Csak ezt így a kezdőknek mondom, mert nyilván aki már tapasztalt háziasszony, nekik már ez teljesen evidens. Egyébként mielőtt elkezd forni, előtte már kezdjétek leszedni a havot, mert hogyha akkor szeditek le, amikor már for, ez minden levesnél így van, akkor tulajdonképpen eltűnik a hab és visszaföl ide, tehát visszabugyog a levesbe, és nem tudjátok leszedni, és akkor az a lényege, hogy nem lesz olyan szép tiszta a levesnek a színe, hanem egy kicsit ilyen zavaros lesz, és ezért kell ezt a habot róla leszedni. Tehát, hogyha vannak ilyen kisebb csontszilánkok, azok ilyenkor feljönnek a tetejére, és ugyanúgy le fogod tudni szedni, vagy ilyen kis bőrcafatok, meg ilyenek a húslevesnél is, meg ennél is, hogy ezért érdemes. Látjátok, ilyen barnás a színe, vagy szürkés, tehát nem egy gusztusos látvány, és ez mind benne maradna a levesben. Robi összevágta nekem a zöldségeket, zeller, hát ez egy jó nagy, amint látjátok, tehát óriási a zeller, de nem baj, mert ez nagyon finom, egy paprika, egy óriás fejhagyma, egy fél fokhagyma, fél fej fokhagyma, aztán ez körülbelül egy kilós sárgarépa, két nagyobb fehérrépa, illetve paradicsom. Ezek lesznek a zöldségek, valaki krumplit is szokott beletenni, anyukám szerint az sűríti az egészet, úgyhogy majd lehet, hogy mindjárt még egy fej krumplit meg is hámozunk, és akkor azt csak úgy egészbe bele fogom dobni, mert a krumplit én nem szeretem a bablevesben. Ide is varázsolódott egy krumpli, egy órája föl a hús, úgyhogy most hozzátehetjük a babot. És teszünk még bele babérlevelet. Ugye ez a bab főzeléknek is a egyik főszere. Jó, ennyi nagyjából elég is. És akkor most ezt így egyben főzzük még 40 percig. Most már ugye föl elég ideje a hús meg a bab, úgyhogy most elkezdjük belepakolni a zöldségeket. Thank you.
nagyon sűrű legyen a bableves, mert ez egy tál ételnek ugye megfelel. Nem kell hozzá, igazán már csak egy jó kis desszert. És biztos, hogy jól lakunk. Teszünk bele piros aranyat. Anyukám mondta ma, hogy ezt mindenképpen rakjak bele. Szórjuk meg egy kis őrölt borssal. És akkor most van az a pillanat, amikor, hogyha nem szeretitek az a leves kockát beletenni, akkor sózzátok, ahogyan gondoljátok, tehát olyan ízűre, amire szeretnétek. Mi viszont biztos, hogy teszünk bele. Egyébként még kerülni fog bele rántás, ugye piros paprikával, úgyhogy az még ad neki egy plusz ízt. Ez egy hatalmas fazék, tehát ebbe biztos, hogy több leves kocka fog belekerülni. Elvileg ugye fél literenként kellene egy leves kocka, sosem teszek bele annyit, tehát annak bőven még talán a felét se rakom bele, amennyit kellene. És akkor most elkezdjük ezt az egészet újra ugye főzni. Hát körülbelül egy olyan jó 40 percet biztos, hogy a zöldségek megpuhuljanak. Addigra már talán a babunk is elég puha lesz, majd az kiderül. Most van még hátra körülbelül 20 perc a főzési időből. Most beleteszünk egy kis zellert, akinek van friss, akkor ugye nyilván tegye bele azt, ha meg nem, akkor jó a fagyasztott is. Én mindig fagyasztok le előre, mert paradicsomlevesbe, paradicsomos ételekbe ez nagyon-nagyon finom. Úgyhogy egy adag zellert, ez így hát, egy kisebb zellernek egyébként nyugodtan bele lehet tenni a szárát. Tehát ez most, ahogy látjátok, ez most nagyjából egy szál, kettő ilyen szál, és akkor mondjuk ez meg még kettő. Tehát olyan négy szál, ilyen hosszabb zeller levelet. Ez nagyon-nagyon finom ízt fog nekiadni. És ugye, mielőtt kész van a bableves, még a rántásnak után majd még lehet beletenni egy kis vajgaluskát, azt érdemes már ilyenkor elkészíteni, hogy összeálljon. Ha szeretnétek bele. A borsó levesnél egyébként megtaláljátok, hogy én hogyan készítem. Elkészült a leves, ugye láthatjuk azt, hogy a zöldségben most már belemegy könnyen a villa. Ennyi, és akkor a hús is ugye most már elkezdett egyébként így leválni erről a zsírrétegről, tehát ez most már jó lesz, meg könnyen belemegy abba is a villa, illetve a babot pedig úgy tudjuk tesztelni, hogy megkóstolunk egy babszemet, vagy inkább egy 3-4-et egybe, hogy biztos, hogy mindegyik megfőtte, mert ugye hát hiába egyformák ebben tehát a színe magának a babnak, akkor is előfordul, hogy az egyik már megfőtt, még a másik nem. És most jön a rántás, úgyhogy most egy rántást fogunk erre készíteni. A rántáshoz melegítünk némi zsiradékot, amint tudjátok, én kókuszolajat fogok melegíteni. Szokásosan. Ebbe öntünk lisztet. Egyébként, aki már azért ismeri, hogy hogyan főzök, tudják, hogy én rántást nem szeretek nagyon semmire tenni. Ezt most csak és kizárólag azért teszem rá, a bablevesre, hogy a kezdő háziasszonyoknak megmutassam. Biztos, hogy nem tennék, mert akkor így sokkal hízlalóbb lesz az étel, nehezebb. Nem szeretem a rántást annyira, de most a ti kedvetekért csak is azért teszek rá. Kész is van. Egyébként itt lehet, hogyha gondoljátok, még fokhagymát zúzni bele, és még azt is rátehetitek. Most beleteszünk egy kis paprikát. Most ugye nem kell azért sajnálni. Ez nyugodtan mehet bele. Összekeverjük a rántásunkat. Nagyon-nagyon jó illata van. Én mindig piacon veszem egyébként ezt a paprika őrleményt. Valahogy biztos, hogy nem nagy üzemben készül, amit ott tárulnak, legalábbis reméljük. Most ehhez teszünk hideg vizet.
az a lényeg, hogy majd ne csomósodjon össze a levesbe. Ez a rántás. Jó, ez kész van. És most ezt ráöntjük a levesre. Ezzel besűrítjük. Ha nagyon sűrűre szeretnétek, akkor azért ennek a dupláját, de nekem már ez is sok, amit most beleraktunk. Nyilván annyira nem fog nekünk besűrűsödni ettől. Csak az volt a lényeg, hogy megmutassam, hogy hogyan készül maga a rántás. Jó, tehát látjátok, hogy azért ez még bőven vizes az enyém, de ez egy hatalmas fazékleves, ezt még egyszer hangsúlyozom, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon sok. Én több napra előre én meg szoktam főzni, hát azért mondjuk olyan nagyon sok nap alatt nem fogy el, de egy 3 napig azért szoktuk enni a húslevest is, meg az minden ilyen jellegű nagy fazekas levest. A csipetkét, vagy galuskát, vagy tésztát, ha szeretnétek beletenni, akkor most kell még beletenni, és az rettenetesen hamar megfő, de ezt a borsólevesnél, ugye, ahogy említettem már, hogy meg tudjátok nézni, hogy mondjuk magát a vajgaluskát én hogyan készítem az ilyen jellegű levesekbe. Nincs más hátra, úgyhogy tálaljuk. A bableveshez, vagy bármilyen leveshez, amihez megy a hagyma, főleg az ecetes, ahhoz el tudjuk készíteni a következőt. Ugye összevágjuk a hagymát, vagy ilyen hasábokra, vagy pedig kis kockákra. Attól függ, hogy ki hogyan szeretné. Aztán így, ahogy most Robi, szétszedjük a hagymát, ilyen kis darabokra, tehát ugye szétválasztjuk ugye a darabokat. Majd 10%-os ecetet öntünk rá. Ez körülbelül olyan 5 evőkanálnyi lehetett. És rakunk rá még cukrot. Ez 2 kis kanálnyi. Majd felöntjük vízzel. Majd ezt az egészet összekeverjük. Hát én biztos nem így keverném a Robi, tudjátok, nem szeretek semmibe így belenyúkálni, én kanállal, de hát így is lehet. Ez tulajdonképpen egyébként rögtön fogyasztható, ha kicsit hagyjátok állni, akkor a hagyma megpuhul, de úgyis nagyon finom. Így meg kell kóstolni ilyenkor egy kicsit az ízét, a lének, és akkor most, amint látjátok, nekünk rögtön került bele még egy kis kanál cukor, és még egy kis ecet. Egyébként ez két közepes fej lila hagyma. Az isteni húsok mellé, tehát hogy nekem Robi csinált ilyet először, én soha nem ettem előtte ilyet, és én is imádom, tehát ez tényleg sok ételhez nagyon sok étel mellé el lehet fogyasztani, aki szereti az ilyen ecetes dolgokat. És ezzel is készült. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót is, lájkoljatok minket, kövessetek, kommentben írjátok meg, hogy ti hogyan készítettek a bablevest, milyen plusz dolgot tesztek bele, vagy mi az, amit ebből kihagytok. Nagyon sokan mindig nyilván az ételidősítőt, vagy a leveskockát, amit mindig beleteszünk, és ezt sokan megérzik, de sokan viszont így szeretik, úgyhogy ahány konna, annyi szokás. Tudtok nekünk e-mailt írni a lent látható e-mail címre, amit nagyon sokan ki is használtok, és sok minden megosztotok velünk, leírjátok, hogy hogyan készítettek el az ételeket oda is, illetve küldetek több fotót is, hogy milyen ételt készítettek el, és ez hogyan néz ki. Ennek nagyon-nagyon szoktunk örülni, mert azért ez jó érzés, hogyha látom, hogy sokan szeretik, ahogyan mi főzünk, és hogy megpróbáljátok ti is, és utána pedig viszik az egész családnak, úgyhogy nyugodtan ezt osztátok meg velünk. És természetesen találkozni fogunk egy következő videóban. Sziasztok! Sziasztok!